Szól Lászlóval beszélgetünk, a Szombathelyi Szabadidő Sport Szövetség tenisz szakági vezetőjével, és itt vagyunk a Sportligetben, és nagyon jó nézni, hogy mindenféle korosztályból vannak itt versenyzők, amatőr versenyt hirdettek, mennyien jelentkeztek, és milyen kategóriákban indulnak. Igen, hát a Szabadidő Sport Szövetség a tenisportákban is működik, és rendszeresen szervezünk versenyeket az amatőr teniszezőknek. Hát idén sajnos a koronavírus miatt ez az első versenyünk, mert már a március is elmaradt. Úgyhogy most egy kicsit kevesebben vagyunk, mert elszoktak a versenyzők tulajdonképpen a teniszezéstől, illetve a teniszezők a versenyzéstől. De azért volt 12 felnőtt férfi a fiú szakákban, a párosok nagyon szépen működnek, 8 páros volt, vegyes páros is tudtunk indítani, női versenyzőnk volt kevesebb. És ahogy látják a kedves nézőnk a képeinken, most már csoportmérkőzések vége felé tartunk, délelőtt pedig túl voltunk az egyéni versenyeken, már csak a döntő van hátra. A döntő van hátra, amit Sákovics Péter és Gál Zoltán fognak vívni majd, hogyha a párosok befejeződnek. Itt az lesz még a probléma, hogy valószínűleg ők ketten fogják a páros döntőt is játszani valakivel, pontosabban a Timer Rózsavölgyi páros ellen, úgy néz ki, hogy ők kerülnek a döntőbe. Hát ennek lesz olyan 6 óra körül lesz, tudjuk befejezni, de még mi is nagyon jó, mert gyönyörű időnk volt, hál' Istennek mára. És aki kilátogatott, az nagyon szép labdameneteket, ászokat is láthatott, és ahogy mondja, nagyon gyönyörű idő volt. Milyen versenyek vannak még hátra a Szombathelyi Szabadidősport Szövetség szervezésében idén? Az én szervezésemben egy verseny van már csak hátra, azt a sátorba szeretnénk már lebonyolítani. Úgy szokott lenni, hogy télen 2 sátoros verseny van, és nyáron pedig 3 szabadtéri. Én bízom benne, hogy föl fogják tudni állítani a sátrat idén is, és akkor ott lesz majd egy hétvégi versenyünk. És az itt az este pedig a teniszrajongóknak ajánlom mindenkinek a figyelembe, Fucsovics Marcinak a mérkőzését mindenki nézze meg. Úgy van, bizony, azt hiszem 5-kor játszik? Azt már akkor én kicsit az elejéről le fogok késni, de reméljük nagyon, hogy ezt az amerikai fiút még meg tudja verni. Úgy legyen, és köszönjük szépen!